Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézményét 1868. december 1-én alapították. Az önkormányzathoz tartozó Nyíregyházi Múzeum szervezet jelenleg 3 egységből áll. A Benczúrtéri Múzeumból, a Sóstói Múzeumfaluból és a Kállai Gyűjteményből. A múzeumot eddig Bene János vezette, akit most a csaknem 3 évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező Rémiás Tibor váltott az igazgatói székben. Az én pályázatom arról szól, hogy egy múzeumbarát, egy nyitott múzeumot szeretnénk csinálni. Tele érdekesebbnél érdekesebb attrakciókkal, ezek nagy volumenű kiállításokra gondolok. Ezek az attrakciók természetesen interaktívak lesznek, ugyanúgy a gyerekek, mint a felnőttek számára is vonzó kiállítások. Természetesen a kiállítások azok mindenféle múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is el lesznek látva, és hát én nagyon remélem azt, hogy ezt elsősorban a nyíregyháziak szívesen fogadják, de a megyébeliek, és hát én szeretném, hogy ezeknek országos hírük is legyen ezeknek a kiállításoknak. Rémiás Tibor elmondta, a múzeum meg szeretné ünnepelni a Nyíregyházán született, vagy az ide köthető híres emberek, például Kródi Gyulához vagy Kállai Miklóshoz kapcsolódó évfordulókat. Az intézmény emellett az Európai Uniós pályázatokban rejlő lehetőségeket is kihasználná, a brüsszeli támogatás segítségével számos rendezvényt szerveznének. Nem tudunk más csinálni, pályázni. Ezt tudom mondani, nekünk életfontosságú a pályázat, ugye? Mindenféle hazai és uniós pályázatot is szeretnénk megragadni, ami a mi boldogulásunkat segíti. Amit már most látunk, az egy nagy régészeti nemzetközi pályázat. Ez Kassa, Nyíregyháza és egy dunántúli múzeumnak a kapcsolatát jelenteni. Úgyhogy közösen egymásnak megküldjük majd ezt a gyönyörű szép kiállítást, meg fejlesztést, amit akarunk helyben a múzeumban is, és Kassán is, és a Dunántúli Múzeumban is, úgyhogy erre feltétlenül számítunk, hogy ez megvalósul. De természetesen, tehát kiadványokban, tudományos konferenciákban is gondolkodunk. A József András Múzeum jövőre ünnepli megalapításának 150. évfordulóját. 2018-ban megemlékeznek majd arról is, hogy az intézmény 100 évvel ezelőtt, 1918-ban vette fel József András nevét, aki korának leghíresebb orvosa, antropológusa volt.